Ruják. Molnár András. Ruják. Ruják kosara. Mindig tetemes a különbség. Ruják, Barovic. Ruják. Csak dupla. De újabb soproni kosár, 21-39. Ruják. Tomás. Ruják egyébként azt mondta, hogy amellett, hogy a két szakember, Sabáli Balázs és Patonai Imre is azt mondta, hogy mindenképpen számítanak rá, az amerikai Tomás is meggyőzte arról, hogy érdemes itt folytatni, hiszen jól tudnának együtt dolgozni. Ez is fura, hogy egy magyar játékos, egy amerikai légiós miatt is tönt egy klubváltás mellett. Ruják kosárával megint 10 fölött a Sopron. Kulcs pillanatokban hibázik. Most tesz Deák. Barovic. Ő nagyon eltűnt. Ruják hármasa. Ahhoz képest, hogy az előbb 4 pont lehetett volna a különbség, megint 9. Szorgosiparos játékos. Tomás. Dénes. Molnár András. Közelebb löpje a távolságot. Az már sok lett volna. Ruják dobja le. Megint 10 pont. Másfél perccel a negyed vége előtt. Pont a hátrány. 7 perc. 6. 5. 4. Ruják. És Csorvási Milán mellett úgy ment be, ahogy akart. Megjegyzem, a Sopronnál mindig van valaki, aki hozzá tenni valami plusz. Most Tomás. Harmadik negyed végén Ruják. Ruják megint lehetetlen helyzetből. 15 pont a különbség. Thompson. Ruják. Barovic. Molnár András. Mikor dobná be az első tripláját a meccsen, hanem az utolsó negyed? Barovic. És gyakorlatilag produkált egy szenzációs első negyedet, azóta semmi. De volt mindig valaki, aki extrát csinált. Barovic. Ruják. 20 másodperc. És Molnár is betalál. Még a fiatalok is kosarat szereznek. És már is átteszi Barovic őrzését. Ruják. Ő most az irányító pozíciójában. Könnyedén törve és oldja meg a feladatot. Könnyű szükszer. 10-6. Ruják. Tomás. Ruják. Dénes. Barovic, Ruják engedett egy triplát, és be is talál. 13-6. Ruják, Tomás kapott pihenőt csapatunkból. Ruják, nagyon szépen lépett be, Tokás Torvi, érkezett is pontosan alapta. Hát persze, hogy állni akar. Tomás, Dénes, Takács, és újabb tripla! 27-16 Sopronáival. Nem volt szabálytalanság. Ruják, Barovic, és ott a dupla. 33-18. Barovic. Ruják, akár végig is mehette. Oh, ho-ho! Micsoda kosár! Ruják. Kosarával, aki már 10 pontot szerzett, 39-20, Barovic, Molnár, Ruják, közeled megy, na, megvan az első mezőnykosarunk, 42-29. Az idővel még nem nagyon lehet játszani, Barovic távolról és bent van ma, idegi nyugtató hozzá, 46-9. Erre mertem célozni a negyed kezdetekor. Dénes akár dobhatott volna. Nincs a három pontosokat. Erőltetjük, de most jó, hogy ezt erőltetjük, mert Ruják... Péter.
25-13. Hopp, egy belőtt passz, azt a mindenit, de szépen csinálták most, ezt sajnos meg. Rúják, megindul, felteszi, és behullik. Behullik. De kíván, hát ben volt a kéz, ben volt a passz irányába. Tehát... És jó, kosár is Rújáktól. És még egy büntető is, mert hogy... Le. Mert a 40. Rújákot teljesen szabadon, hogy azon a folyosón, hogy betört, belépett, felteszi. Elő 57-öt. Rúják. Ezt a mindenét. Halász. Marad a döntetlen még mindig. Ó, ez most. Gyönyörű volt, ez Savagy fogja, és most Rúják lesapkázta a center. És tízessel pongó Martin. Egy ügyes betörés, Takács Jovanovics ment le. Öt szerb játékos van a kecskemétieknél, abból ketten már magyar állampolgárok is. Ismét egy egyéni betörés. Sajnos kimarad Rúják dobása. Egy szabálytalanság volt. Kilencessel pongó a pályán. Rúják első dobása, jó? 5-6. Az előző hazai mérkőzésen az Alba Fehérvár csapatát verte. Nagyszerű játékkal Stefanovics. Takács, Rúják. Rúják törve, és nagyon szépen oldja meg egyedül. 11-11. Folyamatos elér. Ivkovics. Füli Barovics kapta nagyszerű labdát. Rúják Andrástól. 15-11. Takács. Tomasz. Rúják. Tóth. Takács. Hegedűs mellett nem tudott betörni. Visszatette a labdát Tomasznak. Rúják. Dobni kell. És bepottyan, 2 másodperc volt még a támadó időből. Rúják bátran elvállalta. Tomasz. Egy újabb távoli, és ez is jó. Ezúttal Rúják a túlsó oldalról. Rúják. Tóth. Takács. Tomasz. Takács, Barovics, Tóth, Rúják indít a sarokból, és jó! Ismét az utolsó pillanatban, 38-31. Még mindig Mészáros, Tomasz megállítja, sikerült megszerezni a Takácsnak, leolvasta a Mistak, az ő labdája lejön, Barovics gyűjti be. Rúják. Ragyogó megoldás, micsoda labda volt Thompsonnak, aki egyből nem tudta dobni, de leérkezett a talajra, és utána dobta be. Megvárja a többieket. Rúják távolról, és ülnek a távoli dobások, bravo. 54-46. Pongónak is a harmadik személyhibája volt. Tóth, Tomasz, Rúják távolról, és ezúttal is pontosan. Rúják 18 pontos, jó néhány triplával terhelte meg a Kecskemét kosarát. Ismét Rúják ezúttal közelebbről, és most is pontosan. Rúják fantasztikusan teljesít. 20 pontos, az eredmény pedig 63-53. 10 pont, 2,5 perccel a vége előtt.